most is találtak egy tartalomjegyzéket az epizódhoz. Körülbelül egy percnél beszélgetünk Michel Foucault-ról és Woody Allen-ről, és kb. 12 perctől kezdődik a Pál utcai fiúk elemzése. Sziasztok! Ez a könyvpáros 58. adása Gepivel. És Lékával. A mai témánk, ugye cseréltünk egyet, ez a Dávid ajánlotta Pál utcai fiúk Molnár Ferenctől, ami egy klasszikus kötelező olvasmány, újra reneszánszet éli hála a Végszínház Pál utcai fiúk műzikájének, amit hát lehetetlenség volt megnézni addig, amíg volt színház. Szerintem, ha újra lesz színház, akkor is lehetetlenség lesz kb. Megnézni. De igen. Úgyhogy ez a témánk, vannak előtte hát hasonlóan gyerekekről szóló témáink is, vagy nem tudom, hogy erről így beszéljünk-e? Beszéljünk, mert kapcsolódik hozzá egy YouTube videó, amit láttam. Jó. És nagyon kapcsolódik hozzá, mert jó, nagyon hasonló a témája. Akkor így hát ma vagy tegnap körbefutotta az a hír, ami már egy régi hír, hogy egy francia hát értelmiségi elmondta, hogy Foucault, aki ugye a franciák egyik nagy filozófus bástyája. Az utóbbi száz évnek a egyik leghíresebb filozófusa. Igen, tehát így nem csak tehát, hogy világszerte ismerik, alapvetően hát, hogy Tunéziában gyerekeket csábított el, és ilyenek, és hogy hát, hogy pedofil volt, és hogy ez azért érdekes, és ez azért más, mint az eddigiek, mert hogy itt egy olyan emberről beszélünk, aki már az én születésem előtt meghalt, tehát még a te születésed előtt is, mert 84-ben meghalt. Én 80-as évek végére emlékeztem, de nem, mint hogyha számít, nyilván neki számít, de... Igen, mielőtt mi születtünk, ő meghalt, és hogy alapvetően, hogy ez az egész két dolog, sőt több. Az egyik az, hogy kérdés, hogy ez miért most jött fel ennél az embernél, most érett meg. Tehát én ezt soha nem vonom kétségbe bármilyen hírnél, hogy miért pont most kell erről beszélni. Ami nekem érdekes, és ami szerintem miatt felosztó, hogy alapvetően nagyon sok mindennek vagyunk szemtanúi, amit úgy gondolunk, hogy már lehet, hogy akkor is érezzük, hogy probléma, de ilyen-olyan dolgok miatt nem szólunk, és szerintem erről szól ez a hír, hogy ez egy hiba. Nekem legalábbis erről szól, tehát, hogy egyrészt, a másik, ez az egyik fő dolog, a második pedig az a döbbenet, amit én nem tudtam a 68-as diák lázadásokról, hogy volt egy olyan része is, hogyha úgymond büntethetek a 12-13 éves emberek, és ezt direkt azért azt mondom, ilyen szavakat használtak ők is, tehát nem gyereknek tekintettük már ezeket az embereket, hanem ha ők már büntethetőek, akkor hogy válasszák meg a gyerekek, hogy kivel milyen érzelmi és szexuális kapcsolatot létesítenek, és ezt eléggé sok francia gondolkodó aláírta. És ez számomra megdöbbentő ennek az egésznek a felnőtt gőgje, sznobériája, hogy is mondjam, tehát olyan dologról beszél, tehát hogy ebben van valami ilyen olyan elefántcsont toronyszerű vakság, ami számomra abszolút megdöbbentő, és ez a jó indulatú dolog, hogyha így akarok hozzáállni. A rossz indulatú dolog az, hogy tudták, hogy perverzek, és valahogyan ezt legitimizálni szerették volna. Úgyhogy nekem ez a két fő dolog jutott erről eszembe. Nem tudom, hogy neked mi. Nekem az, hogy ez egy szűk rétegnek a gondolata volt, vagy egy szűk rétegnek a szándéka volt, akik éppen pont a véletlenek, meg a kitartó munkájuk, meg minden folytán pont olyan társadalmi pozícióba kerültek, hogy híresek voltak, meg adtak a szavukra.
Ehhez jött még a 68-as gondolatiság, és abban a Petri csészében kinőtt egy ilyen gondolat, és az, hogy ebből aztán nem lett semmi, az, de úgy nem lett semmi, hogy ez aztán így a Európában sem vetett nagyon hullámokat, az mind azt bizonyítja nekem, hogy ez ott volt egy, nem tudom, egy levél, amit megírtak, egy néhány cikk, amit lehoztak az újságokban, egy-két esszé, és ez a gondolat, ez így kb. El is halt. Én nem gondolom, pont, hogy nekem ebből a cikkből az tűnik fel, hogy ez nem is az, hogy elhalt ez a gondolat, de hogy van egy olyan ebben az egészben, hogy maga ez az elefántcsont, tehát azért ezek nagyon nagy és híres emberek voltak. Én is olvastam Simone de Beauvoir könyvet, mondjuk én az amerikai úti naplót, aminek van a zseniális, meg borzasztó része is, de hogy én azt gondolom, hogy azért ezek nem olyan emberek, akikre akkor ne adott volna az ő mondani valójukra sok ember valamit. Igen, és hogy szerintem ez persze értem, amit mondasz, hogy ez egy hangos kisebbség, de nem is kisebbség, hanem szuper mini kisebbség. De Dávid, de ők határozták meg akkor annak a nemzedéknek a hangját. Hát akkor rossz hangot választott tudom, az a rossz nemzedék magának. Igen. Ebben a szempontból mindenképpen rossz. Csak hogy nekem ez egy ilyen... Hát de ez visszakanyarodik ahhoz, amiről már rengetegszer beszéltünk, hogy attól, hogy valaki nagyon jó író, meg lehet kretén. Attól, hogy valaki zseniális filozófus, meg lehet... Pervers. Abszolút. Ez minden egyes nappal egyre biztosabbá válik számomra. Mondtad, hogy kapcsolódik hozzá egy YouTube videó. Igen. Egy kevésbé ismert magyar youtuber, és azért mondom, hogy kevésbé ismert, mert a videóinak a nézettsége az abban a nagyságrendben mozog, ahol a mi hallgatottságunk. A Péter Kamilla, aki egy mostanában posztolt talán egy-két hete egy videót a Woody Allen sztoriról, megnézte az HBO-s dokumentumfilmet, elolvasta a Woody Allen könyvét, és nagyjából az volt a videónak a mondani valója, hogy a kettő dokumentumot egyszerre kell befogadni, hogy megértsd, hogy mi történt, és abból az egészből az jött le neki, hogy ez egy olyan elmélet, ami passzol, viszonylag néhány helyen lyukas, de ez alapján nem lehet azt mondani Woody Allenre, hogy elkövette, amivel vádolják. És ott kapcsolódik, hogy ez is egy pedofil ügy, meg egy pedofil vád, és ugyanúgy, mint ahogy Woody Allennel kapcsolatban sem lehet, és nem mondta ki senki tehát úgy értem, hogy bíróság, hatóság, ő maga nem ismerte be, tehát nem tudjuk biztosan. Ugyanúgy van szerintem Foucault-val, hogy nem tudjuk biztosan. Az egy más kérdés, hogy itt sokkal egyértelműbb közvetett bizonyítékok vannak, meg itt sokkal egyértelműbben mutatnak. Hát itt van egy szemtanú, aki azt mondja, hogy ő ezt látta. Hát aki nem az aktus látta, hanem... Hát, hogy ezt ezek... Jó, de Dávid, amikor pénzt fizetsz gyerekeknek, de hogy érted, tehát ez a... Értem, és én most az ördög ügyvédjét játszom, én tudom, de... Én tudom, hogy azt játszod, csak hogy... Na, értem. Értem, hogy az ártatlanság vélelme nagyon sok ideig megközelít, csak hogy amikor arra van szó, hogy valaki azt mondja, hogy én nem csináltam ezt, a másik ember meg azt mondja, hogy de csináltad, akkor itt egy nagyon nehéz dolog azt mondani, hogy most kinek van igaza. Tehát, igen. Hogy itt egyedül még az lehetne, hogyha azok közül a tunéziai kistercok közül valaki így felelne, hogy igen, én voltam az a, vagy valami, tehát, hogy még ez lehetne.
Hát Woody Allenről meg, hát én Erről. szerintem ez egy olyan, annyira sok dolog összemosódott már itt ebben, hogy ebben már nem fognak tudni sajnos igazságot tenni, ha lehet egyáltalán. Ami nem jó. Na, mi volt ez a nagy sóhaj? Hát, semmi. Ez egy nem egy jó téma egyik sem. Nem, 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 ez nem egy jó téma. Nem szeretem az ilyen témákat, mert nem látom, hogy ezek a témák hogyan, tehát hogy mit adnak hozzá a podcasthez, meg azokhoz, akik hallgatják, hogy azoknak mit adnak. Hát Mert igazából nem, tehát hogy azt mondtuk el, amit kb. Mindenki gondolna, hogy ezek perverzek, ez rossz dolog. jó, oké, én próbáltam tágítani abban a kört, hogy végül is, hogy hol van akár ez értelmiség szerepköre, vagy ez az egész, Aha. de értem, amit mondasz. Nyilván benne van az is, hogy ez egy nehéz téma, de hogy én azt gondolom, hogy ezekről a témákról lehet, hogy beszélni kell, jó, lehet, hogy nem ez a jó terepe ennek, vagy akkor jobban szűrjük ezeket a témákat, és ennyi. De ha már így mihez kapcsolódik, van egy szép ifjúsági regényünk, ami olyan patyolat tiszta, mint annak a rendje. És ez a Pál utcai fiúk Molnár Ferenctől. Én olvastam ezt tizenévesként, vagy hát kisiskolásként, nem tudom. Most újra elolvastam. Nem, te is olvastad már régebben, vagy most olvastad először? Nem, olvastam, amikor kötelező olvasmány volt, nem is tudom mikor, 5., 6., 7., Valahogy így, valamikor. igen. És hogy neked milyen volt régen olvasni, és milyen volt most? Nem emlékszem, hogy milyen volt régen olvasni, arra emlékszem, hogy volt néhány jelenet, amire emlékeztem a saját gyerekkoromból, ami azt jelenti, hogy vagy eljátszottuk ezeket a jeleneteket, vagy úgy állítottam be azokat a jeleneteket, vagy történéseket, mintha azok az én ötleteim lennének, Vágtál bittet. pedig valójában nem azok voltak. Nem, itt olyan dolog, itt ilyen hógolyózásos csaták a lakótelepen, ott az ilyen haditerv, meg az ilyen katonás is aspektusa, aminél feljött ez a Pál utcai fiúk emlék, meg Feljött. néhány ilyen mondat, meg érzés, tehát több olyan dolog volt, amikor azt éreztem, hogy én onnan kivettem elemeket, és azt aztán később megvalósítottam a saját életemben, ami meg nagyon furcsa, mert ilyen nem sok volt, vagy az a néhány könyv, aminek meg olyan hatása volt, hogy onnan átvettem kifejezéseket, szófordulatokat, mit tudom én, iskola újságba írói jelnevet választottam abból a könyvből, azokról meg már mind beszéltünk. És erről meg nem is tudtam, hogy ez ilyen. Az annyira mélyen gyökerezett bennem. És most milyen volt? És most volt egy. Most sokkal kevésbé kalandregénynek, és sokkal inkább minden másnak olvastam. Szerintem ez is olyan, és azért működik kötelező olvasmányként, mert egy kalandregény, amit legalábbis a tizenéves fiúk nagyon könnyen befogadnak, nagyon könnyen azonosulnak ezekkel a karakterekkel, mert ezek a karakterek is ugyanazokat a játékokat játsszák, mint amit ők, attól
függetlenül, hogy a mostani tizenéves fiúk ugyanezeket a játékokat számítógépen játsszák, vagy kint a kertben, vagy az erdőben, vagy, vagy olvasnak róla, mert ezek hasonló élmények. Nekem a karaktereknek a leginkább az Ágyferi karakter, amire én mindig úgy emlékeztem, hogy ő így a főgonosz, de valójában az Ágyferi volt a jobb vezető, mint... Miért volt az Ágyferi jobb vezető? Azért, mert ahogy ő a saját seregével, idézőjelben saját seregével bánt, ahogy ő fegyelmezett, meg ahogy ő vezette őket, az szerintem sokkal hatásosabb, hatékonyabb, de én minden mellett sokkal nyíltabb, meg transzparensebb, meg egyértelműbb volt ő tőle, pontosan, tehát hogy neki nem voltak titkai az emberei, meg a csapata a vörös ingesek előtt. Attól függetlenül, hogy Bokáról mit gondolunk, meg hogy ő itt a sztoriban a jó jellem, Boka meg nagyon sokáig, meg többször a 180 oldal alatt egész egyszerűen nem mondott el a csapatának olyan fontos dolgokat, amik rájuk is tartoznak. A vörösingeseknek a csapat meetingjeit meg sokkal nyíltabbnak, és azt úgy éreztem, hogy ott egyenrangú felek vannak, akik között van valaki, aki vezető. Ez nem volt meg a Pál utcai fiúknál. Aha. Most egy dolgon arra így visszajeleznék, hogy folyamatosan azt mondtad, hogy ezt a tizenéves fiúk megértik, a tizenéves fiúk. Tehát, hogy így úgy kezel, mintha ez csak a fiúkra vonatkozna. Na igen, mert ez a másik téma, ami akkor nem tűnt fel, amikor olvastam. Uh-huh. Most viszont nagyon, hogy ebbe konkrétan nincsenek lányok. Tehát, hogy van benne a cselenővére. Az Ernőnek a... Igen, nem csak Ernőnek az anyukája, meg van benne a valakinek a nővére. Igen, meg egy szolgáló lány. És azt is akartam behozni, hogy fogalmam sincs, hogy ezt milyen érzés lánynak olvasni, mert én viszont nem olvastam olyan regényt, amiben konkrétan nem lettek volna fiúk, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen a másik oldalról. Milyen a másik oldalról? Hát nem emlékszem, hogy tizenévesen ezen így mennyire akadtam föl, vagy nem. Én azt gondolom, hogy most meg így felnőttként már nem, abszolút nem akadok fel ezen, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor ez a regény játszódik 1899-ben, nem volt elképzelhető, hogy egy ilyen iskolába járó lányok homok csatázzanak egy bundon. Tehát ebben a közegben lehet, hogy a faluban vagy bárhol ez elkezdett, de hogy itt nem lehetett erről szó. Ekkor még ugye ezek a különböző nevek eléggé szét voltak szedve, tehát ilyen szempontból így nincs vele problémám. Szerintem maga a könyv sokkal jobb és sokkal univerzálisabb értékekről beszél, mint hogy én hiányoljak belőle női szereplőket. Mik ezek az univerzális értékek? Hát, szerintem ez az egész, ez a becsületesség, a bajtársiasság, a megbízhatóság. Itt azért egy nagyon komoly, a megbocsájtás. Itt azért nagyon komoly dinamikák mennek végig. Egymásnak a tisztelete, ugye itt még az ellenséget is tisztelik meg minden. Tehát azért ezek sok olyan dolog, ami azt gondolom, hogy átélhető így lányoknak is, mert hogy ezt már nem úgy olvasod, hogy hú, ez rólad szól, hanem hú, ez olyan dolgokról szól egy másik korban, ami akár most is érvényes. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy
Például, hogy ugyanolyan játékokat játszanak, kizárt, hogy bárki még metázik, vagy métázik, vagy nem tudom én mi, tehát hogy ilyet biztos nem csinálják, viszont maga a dinamika, meg az egész, az ugyanolyan most is szerintem. Tehát nekem nem volt ilyen szempontból így hiányérzetem, mert felnőttként ezt tudom. Tizenévesként pedig szerintem ez nekem nem tűnt fel. Tehát ez nekem sokkal később, vagy ennyire kisiskolásként, ez nekem már csak gimibe került az életembe, hogy erre elkezdtem figyelni. Amiket mondtál, nem biztos, hogy ezekkel a szavakkal meg ebben a sorrendben, de hogy becsület, hazafiság, barátság, bajtársiasság, önfeláltozás, nem tudom, hogy mondtad-e, de azt is ide sorolnám. Szerinted ezek mellett, vagy ezek ellen érvel a regény? Nem ezek mellett. És az jó, mert szerintem meg pont ellene. Hát, hogy ez egy hiába való áldozat, egy rundér meghalni? Igen. Nem. Szerintem nem arról szól, hogy hiába való a Grundért meghalni, hanem arról, hogy ostobaságokat követünk el azért, mert ezt most nem tudom jól megfogalmazni, de azért, mert hiányosak. Megrendíthetetlen, vagy hiányosak az információim? Nem. Egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a hazafiság értelmetlen. Tehát nem emellett akarok érvelni. Csak azt akarom mondani, hogyha úgy köteleződsz valami mellett, hogy nem látod át a teljes képet, akkor nagyon könnyen egy olyan helyzetbe kerülhetsz, hogy a semmiért harcos, és a semmiért hozol áldozatokat. És amit te mondtál, ahhoz egy nagyon hasonló, de negatív kritikát fogalmazott meg valaki a Goodreads-en, és egész egyszerűen nem értettem, hogy nem látja, hogy ez pontos, ez a regény pontosan arról szól, és majd akkor ezzel vitatkozzál, hogyha nem így gondolod, hogy pontosan arról szól, hogy mennyire veszélyes ez, és hogy mennyire értelmetlen áldozatokat követel a harc, az erőszak, a halál, valami olyannak az erőszakos megvédése, aminek igazából már nincsen értelme, mert már úgy is elveszítetted azt, és az egy más kérdés lenne, hogyha úgy védenék meg a Grundot a Pál utcai fiúk, hogy már tudnak arról, hogy el fogják adni, és annak ellenére becsületbeli ügynek gondolják, de nem, itt a saját tudatlanságuk az igazi tragédia. Tehát azzal az utolsó egy oldallal, amivel bekerül, úgymond egy más szintre emelődik az egésznek a cselekménye a te szemedben. Igen, és mint egy ilyen utolsó, nem tudom, mondatos, hogy mondjuk ezt, hogy kirog a róka farka, vagy a vörös farok, vagy valami ilyesmi, van valami ilyesmi kifejezés, mindegy, de hogy ott Molnár elmondja, hogy ő valójában mit gondol a világháborúról, ami alatt talán a regényt írta. 1906-ban jelent meg a regény. Jóval a világháborúának jelent. Tehát, hogy mit, ne gyakorlatilag nem a világháborúról, hanem hogy egyébként mit gondol erről, és igen, ennyi. Érdekes, amit mondasz, mert nekem ez abszolút nem tűnt fel. Nekem viszont én két este alatt olvastam ezt a könyvet, és hogy nekem mind a két este azt tűnt fel, hogy 1899-ben járunk, amit nyilván azért is választott, mert ez még egy másik évszázad. Ez egy nagyon érdekes forduló pont, és ezt akkor is nagyon jól tudták már, akik akkor értek, hogy itt valami nagyon meg fog változni, szerintem ez így borzasztóan benne lehetett a levegőben, és hogy ez az összes gyerek, aki szerepelemben,
Ennek valószínűleg a fele meghalt az első világháborúban, mert olyan 30 évesek lettek kb. Akkor. Tehát én ettől a gondolattól, a regény olvasása közben nem tudtam szabadulni. Ugye ez olyan, mintha ő kicsibe ezt az értelmetlen első világháborút itt lejátszanák a Grundér, és hogy én erre nem gondoltam, amiket te mondtál. Hát azzal a különbséggel, hogy az első világháborúban, hogyha nyersz, akkor a Grund az tényleg a tiéd, itt viszont hiába nyertél, a Grund nem lesz a tiéd, annak ellenére, hogy milyen áldozatokat hoztál. Hát igen, de hogy értem, de hát azért mind a két oldalnak katasztrófa volt ez az első világháború, tehát ez azért a győztesek is vették a popójukat örömünkben azért annyira. Nyilván ezért is volt ez az egész Versailles meg Trianon ennyire durva. Visszatérve erre, csak hogy én meg pont nem gondoltam erre, amit te mondtál. Tehát én pont láttam benne egy ilyen bajtársiasság, háború romanticizálását. Tehát, hogy ez az egész. És hogy most, hogy mondod, hogy ezt így az utolsó oldalal úgymond egy más keretbe rakta a szerző, ez nekem is áthelyezte a dolgokat. Az az igazság, hogy én annyira sírtam azokra a nemecsek, hogy elkezdett haldokolni, hogy én bőgve olvastam le ezt a regényt, és komolyan ezt nagyon sokan mondták. Néztem ilyen YouTube videókat, ahol kisiskolások mondják el, hogy ez a kedvenc regényük, és hogy ugyanez, hogy mennyire sírtak, amikor a nemecsek meghalt. Hát ez egy nagyon jól, dinamikailag nagyon jól felépített dolog, és ugye tök jó, hogy ezt így elmondtad, mert ez nekem is egy kicsikét segítettem, mert hogy már én már majdnem ezzel a hazafiasságnak ezzel az idiotizmussával akarnám megvárni Molnár Ferencet, de így nem tudom, hogy te ezt így elmondtad. Hát igen, sírni lehet rajta. Én bevallom, én sírtam, nem csak azért, szerintem 10 évesen is sírtam rajta. Tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy a nemecsek miatt sírok. És hogy nekem tök érdekes, hogyha egy visszagondolok, nekem teljesen más sorrendben voltak meg az ilyen problémák. Tehát én azt hittem, hogy az egész azzal kezdődik, hogy a nemecseknek a kisbetűvel írják a nevét. Tehát, hogy megvolt minden a szinte, ami a regényben benne van, de teljesen más sorrendben. És hogy ez azért nagyon másképp írta át. Szerintem ez egy nagyon... A dinamikája miatt tartom ezt egy nagyon jó regénynek. Na, nagyon feszesen van megírva. Igen. Tehát ez 180 oldal, úgyhogy az első 150-160 oldalban megtörténik minden, és az utolsó 30 oldal az meg kb. Nemecsek halála. Igen, de a Nemecsek halálában is annyira sok mindent belerakott, hogy tehát amikor megjelenik a Szabónál az úgymond az ember, tehát az annál a résznél, szerintem én ott voltam a legszomorúbb. Igen. Tehát az annyira jól leírja a kort, azt egész, ezt az egész kiszolgáltatottságot, minden. És hogyha belegondolsz, már ott azért van egy olyan része, hogy ez a kis nemecsekernő egy iskolába jár, egy olyan méltóságos úrral, akinek szolgáló lány minden. Tehát hogy van már valami, hogy így úgymond osztályok így szó-szó közelítenek egymáshoz, de hogy miért jajgat ennyire, ha beteg. Tehát hogy az egy annyira katasztrofikus rész, hogy és aztán nem felnőttként tűnt fel ennyire. Ez viszont gyerekként nem tűnt fel annyira. Hát meg felnőttként, amikor a orvos mondja nemecsek apjának, hogy hát kb. Azt mondja neki, nem ezekkel a szavakkal, hogy legyen már a fia mellett, már nem sokára meg fog halni, és így nem érti a nemecseknek az apja, hogy mit kellene csinálnia. Hanem inkább bemegy a szobába, és oké, ott van abban a szobában, de akkor is dolgozik, aminek meg megint nagyon sok jelentése van, meg azt gondolnám, hogy egyébként kritikálja is a nemecsek apjának, hogyha nem tudnám, hogy egyébként Molnár meg hogyan élt, meg hogyan gondolkodott. De miért gondolnád, hogy nemecsek apjának a kritikája lenne?
Mert olyan együgyűnek tűnik, hogy nem érti, hogy mit mondott neki az orvos. Hogy... Hát, de hát érted, ez egy tök normál állapot, traumában van, sokban van, éppen haldoklik a gyereke. Olyankor eléggé sok mindent nem értenek az emberek, és nagyon másképp működik az agyuk, a tudatuk. De szerintem nekem, szerintem ez egy teljesen érthető dolog volt. Valószínű, ha az én gyerekemmel történne ilyen, én se érteném, hogy most mire célozgatnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami szintén jó dinamikáját tekintve, tehát úgymond pszichológiai dinamikáját tekintve, megint csak jól van leírva. Tehát, hogy ez az egész, ahogy ott az anya a teljesen reményvesztettségével beengedett csomó gyereket, pedig már minden haldokli, mert minden, hogy hát ha tőletek felvidul, hát ha valamit. Tehát ez az anyai vakremény, ami szintén eléggé sokszor megjelenik. Lehet ez apai vakremény is, tehát tök mindegy, hogy melyik szülő, de hogy ez azért egy jellemző szülői magatartás, mind a kettő egy ilyen helyzetben, vagy emberi magatartás. De szerintem már én sok, tehát bele lehetne abba kötni, hogy nincs benne női szereplő olyan nagyon, meg ilyenek, de hogy nem, én nem tudok ebbe a regénybe annyira belekötni, és abba se tudok belekötni, hogy ez kötelező. Mert hogy ez egy jó kötelező, szerintem. Tehát ebben megvan egy érzelmi hullám, lehet beszélni a korról, lehet beszélni a értékekről, lehet beszélni az irodalom szerepe, tehát egy csomó mindenről lehet ennek kapcsán beszélni, úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy ez remélhetőleg sokáig marad, és nem hiába ez az egyik legtöbb nyelvre lefordított magyar regény. És amiért még ez egy jó kötelező, mert lehet mind a két, mert elmond egy helyzetet, bemutat egy csomó értéket, és lehet ez alapján érvelni mindegyik oldalon, mint ahogy most mi is tettük, ami szerintem meg a legfontosabb tulajdonsága egy kötelező olvasmánynak, hogy bemutat valamit, és ad a kezedbe eszközöket, hogy amellett vagy az ellen érvelj, tehát hogy saját magával a regénnyel egyetérts, vagy nem is feltétlenül az, hogy egyetérts, hanem hogy balról vagy jobbról akarod értelmezni, hogy szerinted az félig üres, vagy félig tele van ez a regény, és mind a kettőhöz ad eszközöket. Egy fél szóval elejtetted még Trianont, és ott is láttam néhány ilyen utalást, vagy blogposztban néhány ilyen elmélet, nem elméletet, hanem néhány ilyen értelmezést, ami viszont teljesen fals, mert a Trianon a párhuzamot akkor lehetne mutatni, hogyha a vörösingesekhez került volna a Grund, de ez egy teljesen tőlük független és teljesen más oldalhoz került. És ehhez akarsz valamit még mondani a Trianon oldalhoz? Mert akkor még arról beszélnék, hogy viszonylag jól, tehát talán a legjobban az összes könyvünk közül utána néztem ennek, hogy milyen videókat töltöttek fel a YouTube-ról, milyen elemzéseket írtak blogokba, nem tankönyvekbe, de ilyen... Oldalakon, igen. És az... teljesen elszomorító volt, hogy amit diákoknak szántak, annak ott mondjuk a 80-90%-a arról szólt, hogy a mű keletkezésének körülményei, a szereplőknek a leírása, de nem olyan leírása, de nem a szereplők valódi leírása, hanem hol volt és mit csinált leírása a szereplőknek, hogy kicsoda ő, mint hogyha egy, nem tudom, színdarab elején olvasnám, vagy mi az menüjén olvasnám, hogy ki kicsoda. Az íróról... De ezt tudod, hogy miért kell. Persze, mert ezt kell visszamondani a igen, és ez összefoglalja, És ezt kell tudnod a Pál utcai fiúkról, nem azt kell tudnod, hogy érvelje a hazafiasság mellett meg ellen a Pál utcai fiúk alapján, hanem azt kell tudnod, hogy mikor, hány folytatásban, melyik újságban jelent meg. Hát, ha ezt mondjuk egy irodalmi TDK, vagy
mi volt ez régen, ez a OTDK, vagy valami ilyen ODT, mindegy, igen. Mindegy azon, és hogy alapvetően pedig azt fogják kérdezni, hogy kik tartoztak a vörösingesekhez, meg ezek, tehát hogy úgymond lefeleljél abból, hogy te biztosan olvassad-e ezt a könyvet. És hogy ez így akár az internet korában, vagy hát amikor mi voltunk, még nem volt internet, de akkor is volt ilyen olvasónapló, meg kötelezők röviden, meg minden, tehát sajnos az, hogy kötelező, az már nem segít, de hogy ez tényleg egy olyan könyv, amit jó lenne, ha elolvasnának ebbe a korosztályba tartozók. Ez sajnos én azt gondolom, hogy ez nem is az iskola, meg nem is az iskolai kultúra, hanem ez egy otthoni nevelési kultúra, hogy látnak-e a kezedbe könyvet, hogy olvasol-e, hogy mindent, tehát hogy nagyon nehéz olvasóvá válni úgy, ilyen kötelezők hatására, vagy bármilyen kötelezők hatására, vagy az iskola hatására, úgy, hogyha ennek nincs meg egy minimál feltétele. És itt nem arról van szó, hogy minden este olvasok vele, vagy beszélgetek könyvekről, vagy valami, hanem hogyha egy olyan házról beszélünk, ahol van három könyv. Tehát ez nehéz szerintem. Nem lehetetlen, meg történnek ilyenek is, de azért ez azért tud nehéz lenni. Még egy dolog erről, hogy szerintem az mondjuk azért az sokat segít, hogy most készült belőle egy musical, aminek nagy sikere van, mert ez azért így mindig meg szokta dobni a dolgokat, és valószínűleg ez a sok YouTube-os bejelentkezés. Olvasottságát úgy gondolod? Hát nem is az olvasottságát, csak hogy mondjuk így menőbb lett. Uh-huh. Érted? Tehát nem olyan, még azt gondolom, hogyha még el is olvasod, akkor könnyebb vele róla beszélgetni, vagy ilyenek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan menőbb témává vált így egy olyan körökben is, ahol előtte nem lehetett menő. Ez mondjuk az én hipotézisem, de... Uh-huh. Ja. Jó, szerintem már így tudnék még róla beszélni, de most ennyi. Még csak annyi, hogy a Git-egyleten, főleg akkor, amikor benn voltak a Rácz tanár úrnál, aki így megtudta, hogy egyletet alapítottak, és elmondták neki, hogy mi ez a Git-egylet, meg az egész sztorit, az valamilyen nagyon abszurd, és nagyon, nagyon vicces. Én azon, tehát, hogy nem sok olyan stand-up comedy van, meg nem sok olyan sketch van, meg, hogy mondjuk ezt azt a ilyen megrendezett... Sketcheknek a tehát nem sok ilyen van, ahol konkrétan annyit rögtem, mint akkor, amikor így a tanárnak megpróbálják elmondani. De nem szereti ezeket a sketcheket és stand-upokat. Nem. Nagyon mesterkeltnek tűnik, de itt viszont annyira őszinte volt, és annyira magától értetődő volt a diákoktól minden, amit csináltak, és annyira nem értette a tanár, hogy mi történik, amikor elmondták neki a gyerekek, hogy na, az vicces volt. Nem, ezért is a végén a tanár így a köpenyébe vagy valahogy így elrejtve. Igen, hát ez érdekes. De, szóval sok minden van, tehát hogy egyáltalán miért lehet tilos egyletet alapítani akkor 1899-ban egy humán gimnáziumban. Tehát én például ezen is gondolkodtam, hogy mi a fenél lehetett ez akkor tilos, vagy szabályba ütköző, vagy bármi. Tehát ilyenek. Azért lehet erről így gondolkodni. Jó, következő hét, két hét múlva, a következő adásban Magri kerül a terítékre, ez egyik egy francia krimi, tehát az angoloknak azért van egy pár, a franciáknak ő az alap nyomozójuk. Elég is sok könyvet írt, én párat olvastam, tehát azért nem akkora a lefedettsége, mint mondjuk nálunk, mint a Poirotnak,
és majd meglátjuk, hogy mennyire kapott Dávid is kedvet hozzá, hogy így változatosságképpen, meg kis felüldülésképpen egy kis francia krimi. Nem tudom, hogy van-e benne kommunista szál a Pál utcai fiúkban. Én a vörös ingeseken gondolkodtam, hogy ott milyen kommunista szál lehetett, de nyilvánvalóan... De az még... Hát akkor voltak már olyan mozgalmak, tehát, hogy ez a rész, és főleg, ha belegondolsz, az ott ugye jól elválik ez a reáliskolások, ugye ez a munkásokkal voltak. Tehát, hogy ott azért itt el tudok képzelni ilyen dolgokat is, de hogy én nem gondolom, hogy ez direkt, vagy bármilyen oldalban lett volna írva. Talán akkor, amikor majd azt mondtam, hogy Jókai, tehát, hogy amikor Molnár írta a Pál utcai fiúkat, nagyjából akkor szökhetett, vagy utazhatott Lenin Svájcba, de itt már egyáltalán nem vagyok biztos az évszámokban, de nagyjából akkor, aztán majd utána a világháború alatt küldik vissza, hogy destabilizálja Oroszországot, aztán elég jól sikerül neki. Hát jó. Ja. Na, egy Svájc egy érdekes hely sok szempontból. És mit fogunk olvasni egy hónap? Vagy miről fogunk beszélni egy hónap múlva? Hát ez egy nagy problémám, mert hogy én megkavarodtam, hogy itt miket mondjak neked. Milyen típusú dologhoz lenne kedven? Bármihez. Ó, Dávid, te és a segítségeid azok. Akkor mondjuk a Bibliához nem. Jó, nyilván a Bibliához nem, tehát ezért ez nem az a rész. A Bolyaihoz most érzel erőt magadban? Nem, azt inkább nem, mert az most nincs itt. Az most nincs nálunk is. Szerbantalt viszont már olvastunk. Szerbantalt olvastunk, róla beszéltünk, úgyhogy ezek megvannak. Nem hiszem, hogy most az aranyembert elolvasok. Én a 22-es csapdáját olvasom most, ami nekem nagyon tetszik. Akarom. De azt a Dávid megvétózta, tehát... Elhoztam egy Susan Sontag eszékötetet. Nem, azt nem. Arról nem beszélünk. Úgyhogy az biztos, hogy nem fogjuk, mert ez egy nagyon elvont dolog, és ha a kiégés társadalmának nem szendeltünk egy adást, akkor ennek sem és fogunk. Akkor maradva... Tehát, hogy elkezdtük akkor ezt a témát, akkor teljesítsük ki a nyugaton a helyzet változatlannal, ami kicsit illik a 22-es csapdájához, illik a Pál utcai fiúkhoz. Ó, Istenem, jó, és akkor... A nyugaton a helyzet változatlan. Én azt nem vagyok hajlandó újraolvasni. Én azon is bőgtem. Vagy nem bőgtem, az egy mérhetetlenül szomorú könyv, Dávid, arra, hogy készülj fel. Mondjuk Remarque-nak én mondjuk nem a nyugaton helyzetem változatlan a könyve, amit én ajánlanék bárkinek, de az az alap. Hanem melyik? Minden más hosszabb, tehát minden nem. Más borzasztó hosszú. Remarque-nak eléggé sok jó könyve van az Éjszaka-Lisszabonban, mondjuk az gyengé most a... Hú, annak nem jut eszembe a címe a legjobbnak a... Mindegy. Jó, akkor legyen Remarque nyugaton a helyzet változatlan. Hogy leveszünk egy random Vernét még a polcról. Nem. Maradjon ez. Jó. Aztán a következő hétre meg van egy csomó témám, amikre most nem került sor, de aztán majd lehetne. Ilyen okay. Gyerekkönyvek, meg gyerekeknek olvasás témában versek, meg könyvek, jó, meg... Jó, ez nagyon fog illeni a bármelyik következő héten. Hát a következő héten a... Megré lesz, ahhoz az kb. Semmi illik, mert az meg nem, az sem illik semmihez, mert az olyan langyos, mint egy, nem tudom. Aj, ne spoilerezz. Lábmosó. Na jó van, beszélünk majd erről is. Sziasztok! Sziasztok!